Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit, egy rendkívül mozgalmas és nagyszerű kulturális héten vagyunk túl. A Tűz csiholói címmel az 56-os forradalom eseményeit idézték meg a Városház téren Matuz János rendezésében. Kopaszodók, polgári nihilizmussal teli fejeteteiről, most végre józan munkás parasztalpára állítjuk ezt a jobb sorsa érdemes világot. Újbekezdés! Aratjuk a búzát, öntjük a vasat, kettős pont, ahol tegnap még láb volt, ott a hatalmas, fényes városokat emel a minden nehézséget leküzdő, tevékeny ember. Drága Sándor, itt Bájár, aki 260%-ot teljesített a legnehezebb bánya körülmények között. Drága Sándor, Bájár elszárs, igaz isztahanovista, aki normáját vagy egyéni tervét nem csupán egy alkalommal, de rendszeresen túl teljesíti. Draga Sándor emellett képzi magát, beiratkozott a helyi könyvtárba, és a szocialista realista Nikolaj Ostrovszky az Acélt megedzik című remek művét egyetlen szabadnapja alatt kiolvasta. Az 56-os forradalom egyesítette azokat, akik sose hittek a rendszer ígéreteiben, és azokat, akik korábban tevékeny részesei voltak a nemesnek hitt célok erőszakos megvalósításának. A rendszert eleve elutasítók, a kisemmizettek és a kiábrándultak együtt mozdultak a forradalom napjaiban. Matuz János rendezésében a Tűz csiholói megmutatták, milyen is az, mikor az egész ország egy emberként lép fel egy közös ügy érdekében. Minden hasonló napot megidézni, méltóság és felelősség. Milyen formanyelv kell ahhoz, hogy kicsi, nagy, fiatal és kevésbé fiatal is megértse 2017-ben, hogy mi minden játszódhatott le a résztvevők, a forradalmárok lelkében október 23-án? Hát, mint minden tömegmozgalomnak kell lennie benne fiatalságnak, imasságnak, elszántságnak, komolyságnak, megalapozottságnak és konzervativizmusnak. Ezeknek kell szerintem egy mai izgalmas, minden szempontból jó eseménynek megfelelnie. A szövegkönyvet magát úgy alakítottuk össze, és a vizuális világát úgy hoztuk létre az előadásnak, hogy lehetőség szerint minden korosztály megtalálja benne a lelki örömét. A legkisebb résztvevő 10 éves, a legöregebb pedig 78. De draga, apád hogy tud 260%-ot teljesíteni? Én megfogom ezt a ráspolyt, azt megdolgozom bele az anyagot. Na, ez az egy egység. De ez több mint 2,5-szer gyorsabban csinálni. Egész nap. Minden héten. Az év minden napján. Lehetetlen. Apád tudja, hogy valami olyan izé, olyan emberi gép, ami titokban gázolajat iszik. Rendkívül kihívás szereplőnek és rendezőnek egyaránt. Amikor felépítetted ezt a történetet, akkor gondoltál-e arra, hogy a hitelesség mellett azok a különlegességek is megjelenjenek, amely egy ilyen eseményt kísér? Minden évben próbálunk valami vizuális csemegét hozni a rendezvényekbe. Idén ez a Flexart lesz, azt gondolom, a Váci Szakképzőiskola hegesztő osztálya tüzet fog csiholni a finálé végén görög tűz kíséretében. Csepel nélkül szerintem az 56-os forradalmat nem lehet megidézni. Egészen más, amikor széken áll egy gyerek és lengeti a vőzászt a lobogót, és más, amikor egy Csepel teherautóján teszi ugyanezt. Én már tavaly megféltem, micsoda a vallásos tisztelet övezi a Csepel teherautót. Az emberek oda mennek hozzá, simogatják, mintha a lelkük része lenne, és ez a fajta lelki többlet, ez átragad a gyerekekre is. Arra kell figyelnünk, hogy lélekemelő legyen, hogy azok a köznapi emberek is megértsék végre, hogy ez micsoda erkölcsi tisztaságot sugároz egy ilyen nap?
A piros betűs ünnepekkel való foglalatoskodása szerintem egy emelt hangulatú történet, még akkor is, hogyha ezt a passiót, ezt a véren keresztül is meg kell írni. Én azt gondolom, hogy egy forradalom nagyon sokféleképpen érinti meg az embereket, az egyszerű részvételtől egész az önfeláldozó a mártíromságig. Ez minden azért maradt fönn a történelemben a piros betűssé vált ünnep, mert olyan különleges események láncolata, amely a végén kikívánja azt, hogy a nemzet örökkönyvébe benne legyen, és ha ezt a dolgot, ennek az erejét és a tisztaságát valamilyen féleképpen vissza tudjuk adni egy-egy rendezvényen, akkor szerintem sokat tettünk azért, hogy ez a piros betűs ünnep tényleg azzá váljon. A lakosság fele, a nagy családosok egyharmada a megállapított létminimum alatt él. És a statisztikai hivatal szigorúan titkos információi szerint a családok egyharmadának még csak levegője sincsen. Elég a legkisebb kétel! Lánykoszt, sivár, kirakatok, üzletek, sorban állás! Elég a legcsekélyebb repedés, és az építmény megirog! Országépítés közben a kétel megengedhetetlen luxus! Mi itt vezetünk, és nem vezetlünk! Mi itt építünk, és nem rombolunk, maga újságíró! Elvtársnő! Újságíró? Újságíró, aki sztahanovista felvonulásokról, meg meneddal versenyekről tudósít, meg arról, hogy több tejet ad a tehén, mert kommunista. De nem ad többet a szerencsétlen, mert enni is alig kap. Ezért a kolhozok adminisztrátorai fejik papíron, ceruzával, radírral, amely papíron lefejtejet, papíron a boltokba szállítják, és ott az üres polcokra teszik, amely polcokon papíron roskadásig áru van. Hát egy papíron bőség és elégedettség van. Egy statisztikai Kánaán! Egy papír Eldorado! Ez! Maga megőrült! Október 23-a az 56-os forradalom emléknapja, amely nem csak nekünk, de a 20. század világtörténetében számos nép közös ünnepe. E nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet, hiszen 1956-ban a fellázadó társadalom kritikája az önvizsgálat pillanataiban fogant. A vérünkkel is felépítjük ezt az országot, Rózsi! Te, meg én nem számítunk. És ha ehhez 260%-ot kell teljesíteni minden nap, hát azt tesszük. Még ha belefeketedünk, akkor is. Rendkívüli erkölcsi tisztaság kell ahhoz, hogy hitelesen megjelenítsék kicsinek, nagynak, fiatalnak, kevésbé fiatalnak 56 történéseit, október 23-a misztériumát. Azt hiszem, hogy Székesfehérvár ilyen tekintetben az ünnepeinket tekintve jó úton jár. Én is úgy érzem, és azt gondolom, hogy az erkölcsi tisztasághoz kell az, hogy átadjunk tudást, a tudás átadásához pedig kell az, hogy meg tudjuk szólítani az embereket, különös tekintettel a fiatalokat, hiszen 56 forradalma az a fiatalok forradalma volt elsősorban. Legyenek középiskolások, egyetemisták, főiskolások, vagy éppen munkás fiatalok, ők voltak azok, akik azt mondták, hogy valamiből elég volt, és szabadságot, függetlenségnek szeretnének ennek a nemzetnek, és azt gondolom, ezért nagyon szimbolikus az, hogy most már nem csak március 15-ével összefüggésben, hanem október 23-a, illetve most 24-e tekintetében is fiatalok azok, akik egy utcai játék keretében, de megmutatnak nekünk 56-os eseményeket, magyarul tudást adnak át. És azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hiszen fiatal, fiatalnak nagyon hiteles. Tehát amikor most itt a téren nagyon sok fiatal van, akkor ők pont azért jönnek ide, mert a fiatalokra kíváncsiak, és maguk ezen keresztül egyébként tudást fognak kapni. És azt gondolom, hogy ugyan tegnapra terveztük ezt a eseményt, sajnos az időjárás ezt nem tette lehetővé, de az is szimbolikus, hogy éppen ma tartjuk, hiszen 1956. október 24-e aznak a székesfehérvári sortűznek is a évfordulója, amely sortűzben több fehérvári polgár vesztette teljesen ártatlanul az életét, csak azért, mert kinyilvánította, hogy mit jelent neki a szabadság és ennek a nemzetnek a függetlensége. Ma kiemelten rájuk is emlékezünk. Jó szerencsét kívánok mindenkinek! Ennél többet nem tudok mondani. Talán csak még annyit, hogy rettenetesen fájnak a lábaim és a kezeim, a tüdőmet pedig megette a szélpor.
hogy mi lesz most. Legelőször is nem mosom magamról ezt az aranyport, mert kiütést kapok tőle. A legázolt, bilincsbevert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben, írta Camus. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha sehol még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. A Nemzeti Gyász Emléknapján a Szent István Székesegyházban Borlói Rudolf Requiem című gyászmiséjével tisztelektek a II. Világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt. A Nemzeti Gyász Emléknapján Székesfehérvár a Szent István Székesegyházban Borlói Rudolf Requiemjével tisztelgett a II. Világháború és az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A hangversenyt megelőzően Brájer Éva alpolgármester köszöntötte az idén 90. születésnapját ünneplő Borlói Rudolfot. Borlói Rudolf Requiemjében merítjük a lelkünket. Borlói Rudolfnak köszönhetjük a hamarosan felcsendülő szólamokat, de köszönhet városunk zenei élete, mint a zeneiskola igazgatójának és a szimfonikus zenekar karmesterének is nagyon sokat. Ebben az évben ünnepli 90. születésnapját. Nagyon szerényen, egy kicsit hátrébb húzódott. Engedje meg, Rudi bácsi, hogy ez alkalomból városunk hálás szívvel köszöntse. Borlói Rudolf gyászmiséje Bobori Zoltán a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnökének felkérésére született, és 2003-ban a Doni tragédia 75. évfordulóján mutatták be a Vörösmarty Színházban. Az előadást az ősbemutatón is Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester dirigálta. Rendkívül mélyen érint engem ez a darab, de mindamellett, hogy rendkívül megrázó és drámai, és halottak napja van, és a nemzeti tragédiáknak felidézésének a napja. Kibonthatatlan boldog vagyok annak, hogy újra találkozhatom ezzel a művel. Akkor elvoltam egy kicsit talán a dolognak az interpretálással foglalva, most viszont annyira bele tudtam mélyedni, hogy teljesen magaménak érzem. Csodálatos az a liturgikus szövegnek, és a irodalmi szövegnek, irodalmi magyar szövegnek a párhuzamváltása. Nem élnek külön életet. Amikor szinte versek vagy a zenei monológok szólnak, akkor a mellette lévő latin szöveg az teljesen hozzásimul és kiegészíti annak az értelmét. Valóban többszörösen gyásznap, hiszen november 2-ához közel, a halottak napjához közel. November 4-e, az tisztán emlékszem arra, amikor arra iszonyatos hajnalra, amikor már arra gondoltunk, hogy na, hát másnap iskolába megyünk, és akkor hát megtámadták az országot, és a túlerő letiporta a szabadságot, és ez olyan stressz volt számomra, amit utána az óvóhelyen is még napok alatt sem tudtam igazán kiheverni. Később már aztán volt egy ilyen belenyugvás, mint hogy ebbe is feljöttem, hogy már szinte kezdünk lecsendesülni, de ez a lecsendesülés csak egy erőgyűjtés, ezek felejthetetlen dolgok. Az van a partitúrára írva, hogy a Doni áldozatok a Donnál elpusztult magyar hadseregnek az emlékére, és mindenkinek emlékére, akit értetlenül hurcoltak a II. Világháborúban halálba, és hát édesapám is köztük volt. 45. februárjában a felszabadító hadsereg elvitte Malenki Rabotra, nem tért vissza, hanem állítólag semmi bizonyosságot nem tudok, valahol az egész csoport felrobbant, mert aknákat szedettek velük.
mondom, a személyes érintettségek is van a dologból, és nagyon-nagyon megrázó, és rendkívül jó, és alaposan jól megírt műnek tartom. Ugye végig viszi az egész művet, nem is végig, de többször idézi a szerző a Dies Irae-nek a szekvenciáját, a közismert Gregoriánnak, amit hát rengeteg szerző feldolgozott, de itt is fantasztikusan jól illik hozzá az egészhez. És én nagyon örülök ennek a koncertnek, és örülök, hogy így szinte nem is karmesteri, hanem prédikátori személyiségembe tudok fellépni. Minden háború véget ér egyszer. Minden katona hazatalál, ki földi, ki égi otthonába. Várva is váratlanul érkezik, épp a szüdetelés kezdetén, harc helyett munka, málha helyett kenyér, fegyver helyett brés adatik. A koncerten Téma Klári Éva, Cserta Gábor és Bobori Zoltán előadásában összeállítás hangzott el a Requiem a Don hőseiért antológiából. Tódor János, a Magyar Oknyomozó újságírás egyik legendás alakja, új kötetét a Szabadművelődés házában mutatták be. Megjelent Tódor János Vadász jelenetek Magyarországon című új kötete, a Radnóti és Pulitzer-díjas újságíró Riport szociográfiája a 2000-es évek első évtizedének legsúlyosabb gyilkosságokba torkolló etnikai jellegű konfliktusait dolgozza föl, az oknyomozó újságírás és az irodalmi szociográfia módszereivel. Úgy tekintek erre a kötetre, mint ahogy rád, az egyszer és megismételhetetlenre, Tódor Jánosra, aki a mélységeket és magasságokat kutatja, akkor már is célnál vagyunk. Ugyanakkor ez a kötet a maga valóságában mégis különleges számunkra. Különleges azt gondolom, hogy azért is, mert hogy ez valaminek a része. És a részként is a teljességet adod nekünk. Bízom benne, hogy igazad van, hogy igyekeztem egy átfogó képet adni azokról a legsúlyosabb gyűlöletbűncselekményekről, melyek 2000-es évek elején történtek Magyarországon, a olasz liszkával kezdődően és a cigány sorozatgyilkossággal bezárólag. A főszövegből is kiderül, hogy megint a mélységeket kutatod. Melyek azok a pillanatok, amelyek egyszerre megrendítőek, másrészt nagyon is magyar valóságot tükrözik? Gyakorlatilag az összes eset valamilyen módon megrendítő volt. Kérdezték tőlem, hogy miért foglalkoztam ezzel, és én valami negatív választ adtam, hogy igazából én nem hiszek abba, hogy nagy elmozdulás várható ebbe a dologba, és akkor forszírozták, hogy akkor mégis miért írtam ezekről az esetekről, és akkor azt a választ mondtam, ami az igaz volt, hogy elemi felháborodás hajtott ezekbe a dolgokba bele, ami azt hiszem számodra is érthető, egy újságírónál gyakran előfordul, illetve nem ritka azok a jó pillanatok az életünkben. Amikor arról beszélsz, hogy elemi felháborodás, akkor tegyük hozzá, hogy nyilvánvaló a tényszerűségen túl, azért aki a mélységet kutatja, az valamiféle megoldást is ad erre. Tehát egy olyan emberi megoldást, ami egy kicsit tovább visz magánál a történésnél. Igen, kétségtelen. Tehát amit az előbb mondtam, az leegyszerűsítés. Nyilván van bennem egy pozitív hozzáállás olyan értelemben, hogy ha megcsinálom, megírom, utána nézek, igyekszem minél pontosabban felderíteni, akkor talán azok számára, akik elolvassák, akik értesülnek róla, és jobban megérthető lesz ez a dolog, talán visszatartó erővel is hat, már az elkövetők esetében is, és a gyűlölettel szemben valamiféle immunitást talán jelent ez a dolog, hogy ha nem tudom, hogy megismétlődik-e vagy sem, sajnos látjuk, hogy megismétlődnek a terrorcselekmények is, megismétlődik minden ilyen dolog, tehát a brutalitásból, az indulatból, a primitivizmusból származó ezek a ilyen jelenségek, ezek egyidősek az emberrel, és voltak éppen az, hogy most egy modernebb, digitális társadalomban élünk, ez nem jelenti azt, hogy ezek a dolgok megszűnnek. Ugyanúgy, hogy a bűnözés sem, prostitúció sem, az emberkereskedelem, és folytathatnám.
Ugye ismétlődik a világ, ismétlődik az élet, ugyanakkor az olvasónak ad valamiféle pozitív megerősítést, valamiféle olyan megnyugvást, ami után azt mondhatja, hogy igen, ez megtörtént, ugyanakkor teszünk érte, hogy ne történhessen meg. Vagy a világ nem változik? Hát közvetve biztos nem, tehát nem tudom, hogy visszacsatol-e embereknek. Hát a megrendülés, hát, amit úgy hívunk, hogy katarzis, azt gondolom mindenkiben már akkor felmerült, amikor hallott ezekről, ha jó érzésű ember, akkor felmerült ez a dolog, hogy végül is átfutott rajta, és próbált valamilyen magyarázatot találni erre, hogy miért történhetnek ezek a dolgok. De mondom, sajnos negatíven látom ezt, hogy nem igazán tudok optimista lenni, mert a 90-es években hát többekkel együtt végigéltem, többször voltam kint Szarajevóba, a jugoszláv polgárháborúba, ahol tudjuk, hogy kis falvak egymással szembele, vagy egy utcában lakói különböző nációk gyilkolták egymást halomra. És nem is az a probléma ezzel, hogy én több helyen voltam iskolákban az évek folyamán, gyerekekkel beszélgettem, előadásokat tartottam, és sajnos ezekre a dolgokra sem emlékszünk már, pedig ez nem olyan régen történt, és Magyarország határába, tehát egy szűk 20-30 éve történtek ezek a dolgok, és ugyanez a feledés vár, tehát a feledés és a nem is tudom, hogy fejezem ki, hogy az érdektelenné válás sajnos ezekre a történetekre is igaz, mert az emberek túllépnek rajta, lehet, hogy önvédelemből. Az is lehet, hogy az önvédelem is egyfajta reflex, egyfajta katarzis. Kedves nézőik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!